Folytatjuk sorozatunkat, itt vagyunk Tiszalökön a HCT képzési centerben, és a K2-es üzem előtt állunk, erről beszélgetünk most Benkő Zoltán ügyvezető igazgatóra. Ez részünkre is, meg azt hiszem, hogy a lakosság rész is egy teljesen új fogalom, amit itt csináltok. Igen, ez egy kutatásfejlesztés, ez a mi életünkben is egy nagy előrelépés jelent a vállalkozás számára. Egy GINOP-os pályázat keretein belül K plusz FI tevékenység keretével nyertünk meg egy Európai Uniós pályázati lehetőséget, melyben egy gumi újrahasznosítási technológiával kezdtünk el foglalkozni. Gondolom lesz majd szakember, aki erről bővebben beszél. A kérdésem az, hogy körülbelül milyen nagyságrendben lehet itt gondolkozni, hogyha már itt a gumi feldolgozással, vagy erről beszélünk? Hát itt dinamikusan fejlődik az egésznek az üteme, ami azt jelenti, hogy 1000 tonna per év kapacitású kutatásfejlesztési műhelyt hoztunk itt létre, a hátam mögött látható, mely műhelyben folyamatos kísérletek és őrlési folyamatok elvégeztével próbáljuk a jövőképet kialakítani a technológia folyamán. Ki ennek a területnek a felelőse, vezetője? Ennek a területnek a felelőse Vékony Miklós kollégám, aki teljes mértékben a szakmai irányítást és a vezetést ellátja a területen. Ahogy az Benkő Zoltán ügyvezetőigazgatótól hallhattuk, itt a háttérben látható egy teljesen új kutatási csarnok, ami új nem csak a városlakóknak, de maga a HCT-nek is. Erről beszélgetünk most Vékony Miklóssal, aki ennek a vezetője, ennek a területnek mondhatni, hogy vezetője vagy. Igen, ez a technológia, ahogy a Zoltán elmondta, jó pár éve jelent meg a HCT Kft-nél. Ez egy nagyon előremutató, környezetbarát technológia, aminek a célja az, hogy a használt gumiabroncsokat, amik az úton keletkeznek a gépjárművekbe, de mindenfajta más rugalmas, elasztikus anyagot is, környezetbarát módon tudunk újrahasznosítani. A folyamat során nem használunk adalékanyagokat, nem használunk semmilyen vegyszert, és semmilyen káros anyag nem is keletkezik a folyamat során, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez egy fehér köppenyes olyan laboratóriumi munka, amiben bekerülnek ide az ott is látható használt gumiabroncsok, különböző állapotban, attól függ, hogy milyen volt a futás teljesítménye, és mi itt egy lépéses folyamat során teljes mértékben újra tudjuk hasznosítani úgy, hogy a keletkezett anyag, ami keletkezik a folyamat során, az alkalmas arra, hogy alapanyagként felhasználják. Aki esetleg eddig foglalkozott a témával, az rálátott arra, hogy például égetéssel vagy fagyasztással próbálták felhasználni ezeket a használt gumikat. Nálatok lehet-e tudni, hogy milyen technológiával történik ez? Igen, mi magas nyomású vizet használunk ahhoz, hogy újrahasznosítsuk a gumiabroncsot, vagy az elasztikus anyagot, ahogy említettem. Gyakorlatilag magas nyomású vízrendszer, egy szivattyú segítségével látunk magas nyomású vizet, ami 1500 bar és a fölötti tartományt jelenti, és ezzel a vízzel tudjuk újrahasznosítani a gumit, ami olyan kisméretű és olyan nagy fajlagos felületű szemcséjű porrá áll össze a végén, amit nagyon jól tudunk felhasználni utána új termékek gyártásánál. Amit az előbb is mondtam, hogy például az égetés során iszletos mennyiségű korom képződik. Itt van-e bármiféle olyan melléktermék, ami akár a környezetet vagy maga a dolgozókat károsítaná? Nincs semmilyen. Mi csak áramot használunk fel hozzá és vizet. A vizet zárt rendszerből használjuk fel, tehát minimális vesztesége van a víznek, tehát emiatt környezetbarát a technológia. Villamos áramon állítjuk elő a magas nyomású vizet, de ennek is dolgozunk már itt a HCT Kft-n belül olyan alternatív megoldásokon, hogy megújuló energiából tudjuk táplálni. És tehát teljesen környezetbarát. A víz felmelegszik 50-60 fokra, tehát semmilyen olyan vegyi folyamat nem játszódik le a gumiban sem, meg a folyamat során sem, ami káros lenne. És mikor elkészült ez a feldolgozás, akkor hogyan lehet és hol lehet hasznosítani? Gyakorlatilag több gumigyártóval is, maga gumiabroncsgyártóval is, meg elasztikus termékgyártóval is tárgyaltunk, és több kutatás is lement már a múltban. Gyakorlatilag új gumiabroncs gyártásában is 25% fölötti tartományban vissza tudjuk használni ezt a port. Tehát emiatt jobb arra, amire utalt, hogy vannak másfajta technológiák, amivel újra lehet hasznosítani a gumiabroncsot, például őrölni, vagy fagyasztásos őrlése, vagy égetése, de a szemcse, amit kapnak belőle, az sokkal rosszabb minőségű, és a környezetre károsak azok a technológiák. A mi technológiában nagyon jó szemcse minőséget kapunk vissza végén, és nagyon környezetbarát a megoldás. Mennyire kapja fel a fejét a szakma erre a gépsorra vagy üzemre? Azt tudnám mondani, hogy az olyan, mint az autógyártás, hogy többfajta autógyártó van és fejlesztik a saját autóikat. Én azt gondolom, hogy itt a HCT Kft-nél lévő technológia, ami nekünk van, ez egy nagyon fejlett szakaszban lévő technológia. Azt gondolom, hogy komoly piaci konkurenciát jelentünk a már létező technológiáknak. Nyilván nem akarok elárulni minden részletet, de dolgozunk azon, hogy nagyon jó helyen legyünk. Tiltakoztál ellene, és nem is akarsz róla, vagy akartál róla beszélni, de én úgy gondolom, hogy feltétlenül meg kell említened, hogy
édesapádnak rengeteg köze van ehhez. Természetesen ezt a technológiát olyan 25 évvel ezelőtt édesapám kezdte egy Ausztráliában emigrált magyarországi mérnökkel fejleszteni. Akkor még más volt egy kicsit az alapmegközelítés, de az, hogy magasnyomású vízzel őrlik a gumiabroncsot, az új volt, ők találták ezt fel gyakorlatilag. És édesapám, mint mérnök a Miskolci Nehézipari Egyetemről, ő vett részt abban, hogy a technológiát hogyan lehetne a gyakorlatba átültetni, hogy egy elméletből egy működő technológia legyen, és ő kezdte ezt az egészet. Édesanyám, aki szintén mérnök, ők dolgoztak jelentős részben ennek a tudományos háttérén, amit aztán most már én vettem át, és itt a HCT Kft-ben valósítjuk meg a következő lépését. Hát nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Most javaslom, hogy amennyit meg lehet mutatni, mutassuk meg a kedves tévénézőknek. Rendben, köszönöm, hogy itt voltatok.